Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Az oltás életet ment, az oltás hatékonysága pedig elsöprő erejű a vírus elleni harcban. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Orbán Viktor hangsúlyozta, 500 beoltottból mintössze egy fertőződik meg a vírussal, az ő betegségük lefolyása pedig sokkal enyhébb, mintha oltatlanul kapták volna el a betegséget. Ezért is fontos, hogy aki eddig még nem tette, oltassa be magát. Hozzátette, a koronavírus járvány negyedik hulláma mindenképpen megérkezik, de az ország felkészült erre. A raktárakban 8 millió adag vakcina van. Aki kéri, az napokon belül megkaphatja a védőoltást. A miniszterelnök emlékeztetett, folyamatos a harmadik oltások beadása is, ami Európában először Magyarországon vált lehetővé, illetve szeptembertől az iskolákban is oltanak. Orbán Viktor elmondta, szeptembertől újabb oltást népszerűsítő kampány indul. A jó módszert kell követnünk, ez pedig az oltás. Ezért fogunk szeptember 1-től ismét egy nagy oltás melletti kampányt indítani. Én is írok rengeteg embernek levelet, és arra fogom őket kérni, hogy legalább egy embert mindenki győzzön meg a környezetében, a családjában vagy a munkahelyén, aki még nincs beoltva, hogy legyen beoltva még egy ember. Ha mindenki még egy embert meggyőz, akkor el tudjuk érni a védettségnek azt a szintjét, a negyedik hullám az hatásaiban összesen lesz hasonlítható az első, második és harmadik hullámmal. Horvátországban jelenleg kétszer annyi az aktív fertőzöttek és kórházban kezeltek száma, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Ott is folyamatosan csökken azok száma, akik kérik a vakcinát, ezért csak mostanra sikerült beoltani a felnőtt lakosság felét. Az egészségügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy az oltatlanok járványa zajlik Horvátországban. Június vége óta a fertőzötteknek, a kórházban kezelteknek és az elhunytaknak is több mint 80%-a nem volt beoltva. Zágrából Kriák Krisztina jelent. A zágrábi klinika igazgatója a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy náluk 10 lélegeztető gépen lévő betegből 9 nincs beoltva. Egy közülük megkapta mindkét oltást, de más súlyos társbetegségekkel is küzd. Nem jobb a helyzet a közép-dalmáciai Splitben sem. A legtöbb kórházban kezelt beteg ennek a városnak az intézményében van, több mint 50, közülük senki sincs beoltva. A rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor emlékeztetett, a 2010 előtti Gyurcsány-Bajnai korszak 12%-os munkanélküliséget hagyott maga után, most pedig több embernek van munkája, mint a járvány előtt. Orbán Viktor kijelentette, a magyar gazdaság kiemelkedően jó teljesítményének köszönhetően minden esély megvan arra, hogy az idősek a 13. havi nyugdíj mellett eddig soha nem látott mértékű, csak nem 60 ezer forintos nyugdíjprémium. Kapjanak. A gyermekes családok visszakapják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat, a 25 év alatti fiatalok pedig mentesülhessenek a jövedelemadó befizetése alól. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány jól döntött, amikor a munkán alapuló magyar gazdaságpolitika útját választotta. A rendszerváltás óta, tehát 90-es évek eleje óta soha nem dolgozott annyi ember Magyarországon, mint most. Na ezért van gazdasági növekedés. A kormánynak is van ebben szerepe, mert egy olyan gazdaságpolitikát kell folytatni, amely lehetővé teszi, hogy a gazdaság föl tudjon szívni, be tudjon fogadni ennyi munkaerőt. De ez sikerült, a kormány nyugodtan nézheti elégedetten ezeket a számokat, mert Magyarország visszatért abba az állapotba, amikor már nem az a kérdés, hogy mit kezdjünk a munkanélküliekkel. 2010-ben a Gyurcsány-Bajnai korszakból 12% fölötti munkanélküliséget örököltünk meg, hanem most az a kérdés, hogy lesz-e elég munkás kéz. Különleges műveleti osztagot küldött Magyarország Afganisztánba az ott rekedt magyarok, illetve a szövetségeseink kimenekítésére. A Magyar Honvédség parancsnoka a kormányinfon azt mondta, Magyarország eddig 78 embert, összesen 10 családot helyezett el biztonságos helyen. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, a kormány fő célja, hogy minden ott tartózkodó magyar állampolgárt haza tudjon hozni. 20 évvel ezelőtt amerikai kérésre mentünk be, és most is amerikai akaratnak, döntésnek megfelelően hagytuk el Afganisztánt. Rendhagyó módon ülésezett a kormány augusztus 20-án. Ennek egyik oka az afganisztáni helyzet volt, közölte Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter az ázsiai országban kialakult helyzetről azt mondta,
A NATO haderők kivonását követő tálib hatalomátvétel után kaotikus és rendezetlen állapotok uralkodnak. Nincs világos forgatókönyve a kivonulás utáni helyzetnek. Az látszik, hogy az országban az ellenőrzést már most a tálibok gyakorolják. A szövetségesek ereje a kabuli reptér többé-kevésbé megvalósuló biztosítására terjed. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ez egy kudarcba fulladt küldetés volt, amit később értékelni kell. Nyilvánvaló, hogy ez egy kudarcos misszió, nyilvánvaló, hogy jelentős forrásokat költöttünk el, költötte a NATO és a NATO tagállamok arra, hogy kiképezzenek egy olyan hadsereget, ami egyetlen egy napig sem tudta szavatolni a korábbi rendszerint az ország működését. A kormány célja most az, hogy az Afganisztánban rekedt magyarokat minél hamarabb ki lehessen menekíteni, tette hozzá a miniszter. Összeállításra került speciálisan erre a célra a kimenekítési műveletre egy különleges műveleti osztag. A honvédség vezérkari főnöke arról beszélt, hogy Magyarország felállított egy speciális osztagot, amely 20 órán belül indulásra kész volt. Kabulhoz közel pedig felállítottak egy előretolt műveleti bázist, ahová a kimenekített személyeket szállítják. Ruszin Szendi Romulus közölte, a katonai akció nincs időhöz kötve, addig tart, amíg az indokolt. Ez idáig összesen 78 főt helyeztünk el biztonságos helyen, ez 10 családot tartalmaz, 23 férfit, 25 nőt és 30 gyermeket. A Magyar Honvédség parancsnoka azt kérte, senki ne veszélyeztesse a kimenekítés sikerességét, mert ellenkező esetben az emberek életébe kerülhet. Ne kezdjen interneten kutakodni, megnézni, hogy hol vagyunk. Ne legyenek feltételezések, mert nem segíti sem a műveletet, sem a katonáink biztonságát, akik kint vannak műveleti területen. Gulyás Gergely elmondta azt is, elsősorban a magyarokat menekítik ki Afganisztánból, de ha az akció során marad szabad hely a repülőgépen, akkor szövetségeseket is elhoznak. Közölte, a menekítendők között vannak a tolmácsok és azok, akik a magyar missziót évek óta segítették, de ez egy szűk kör, nem ezres létszámra kell gondolni. Németország és az Egyesült Államok szombaton felszólította Afganisztánban rekedt állampolgárait, hogy tartsák távol magukat a kabuli repülőtértől. Hírszerzői források arra figyelmeztetnek, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az Iszlám Állam dzsihadista szervezet afganisztáni szárnya támadást indít a repülőtér ellen. A kabuli repülőtéren továbbra is kaotikus állapotok uralkodnak, miközben az európai országok, az Egyesült Államok és más országok megpróbálják evakuálni saját állampolgáraikat, illetve azokat az afgánokat, akik együttműködtek velük. Ezreknek jelent gondot eljutni és bejutni a repülőtérre, amelynek biztosítását egyelőre az amerikai hadsereg látja el. Naponta több mint 300 migránssal szemben intézkednek a magyar határt védő rendőrök és katonák, ez a szám pedig a jövőben biztosan tovább nő majd. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg korábban a migránsok főleg szírnek vallották magukat, mára az illegális bevándorlók többsége Afganisztánból érkezik. A számuk pedig tovább nő majd, hiszen a tálib hatalomátvétel után naponta 30 ezer afgán indul útnak Európába. És ahogy a migránsok száma nő, úgy egyre aktívabbak az embercsempészek is. Csak idén már csaknem 600 embercsempészt fogtak el. Fokozódott az embercsempész tevékenység, hiszen hogyha minél többen akarnak a tiltott határátlépést elkövetni, annál inkább rentábilis üzlet az embercsempészés. Komoly, kiépített embercsempész hálózatok foglalkoznak valóságos titkosszolgálati módszerek alkalmazásával, mély konspirációba, fedésbe teljesítik azokat a feladatokat, amelyek a szervezett bűnözés fogalomkörébe tartoznak. Régi mesterségek és igazi gasztró kalandok várnak mindenkit ma a Magyar Ízek utcájában és a Mesterségek ünnepén a fővárosban. A rendezvények még ma estig várják a látogatókat a budai várban. Kézműves kések, bicskák széles választéka és készítésük fortéjait is meg lehet ismerni a 35. Mesterségek ünnepén. A hajdani vásárok hangulatát idéző rendezvény idén először ingyenes. Legalább 4 órája itt vagyunk, ide már másodszorra jöttünk vissza. Van egy csomó minden, amivel a gyerek is el tudja tölteni az időt, úgyhogy szerintem a szülők jól érezhetik magukat. Akik pedig gasztronómiai élményekre vágynak, azoknak az egyik legjobb program, ha átsétálnak a Várkert bazárba, a Magyar Ízek utcájába.
Cigány káposzta tyúk mellett van benne, tyúkhús. Bárki megkóstolhatja a bihartordai ételt, amit füstölt kolozsvári szalonnával és lecsús pörkölt alappal készítenek, és rizst is adnak hozzá. A szaftos különlegességet pedig tejföllel és hagyományos cigánykenyérrel, azaz bodaggal kínálják. Amit így három napra terveztünk, az ugye el is fogyott már a tegnapi nap folyamán. Visszatérő vendégeink vannak nagyon sokan, ugye 2016 óta vagyunk itt, és képviseljük a roma ételeket, főzzük, vagy mutatjuk be itt a nagy közönségnek. A Magyar Ízek utcájában a Lánchídtól a Döbrentei térig élelmiszerkészítők és előállítók, cukrászok, pékek, vendéglátósok várják az érdeklődőket. Azért hoztuk létre ezt a rendezvényt, hogy a saját gasztrokultúránkat bemutassuk saját magunknak, azoknak az értékeit mutassuk föl. És azt gondolom, hogy ezek az értékek hiányoztak az embereknek. Hiányoztak, hogy ki lehessen jönni, eszegetni egy jót a csülköspacaltól, a csángó szőlőleveles töltikéig. A rendezvények vasárnap estig várják a látogatókat a Budai Vár több helyszínén. Fergeteges koncertet adott Leslie Mandoki a Bazilikánál. A világhírű zenész és producer új lemezét először Magyarországon hallgathatta meg élőben a sok ezres közönség. Az este világsztárokból sem volt hiány. Leslie Mandoki olyan világhírű zenészekkel lépett színpadra, mint Aldi Meola és Mike Stern, de a közönség láthatta Szakcsillakatos Bélát és Charlie-t is. A több mint három órás koncerten többek között Bartók Béla a Magyar Képek című művének modern feldolgozását hallhatta a közönség. Leslie Mandoki egy korábbi interjújában arról beszélt, hogy ezzel a lemezzel akarnak túllépni a Covid okozta szörnyűségeken, és szeretnének ebben a közönségnek is segíteni.